Ramocsaházán a szociális ellátás demens ellátással bővült. A térség országgyűlési képviselője hogyan üdvözli ezt a kezdeményezést? Természetesen nagyon örülök ennek az ellátási formának. Azért is örülök, hiszen nem csak Ramocsaházáról, hanem a térség ellátásáról is szó van. Itt a nappali ellátás nem csak demens részleggel, hanem normál nappali ellátási szolgáltatásról is bővül az elkövetkezendő időszakban. És hát nagyon fontos az, hogy a munkában megfáradt, idős, elesett, rászoruló emberekről tudjunk gondoskodni. Ezt sajnos vidéken, a mi környezetünkben az emberek még eltitkolják, szégyellik ezeket a dolgokat, és bízom benne, hogy ez az intézmény egy picit felvilágosítási tevékenységgel is fog szolgálni, és minél többen igénybe fogják venni ezt a szolgáltatást, és az időskoruk létét és a mindennapjait ez a szolgáltatás meg fogja könnyíteni, nem csak részükre, hanem a családjuk részére is.